Köszöntöm nézőinket, a Táncsics körül 17-es számú tagovadában vagyunk. Adási Tiborné tagovada vezetővel beszélgetünk, és mögöttünk mindenki lázasan készülik, hiszen Csöpnyi Csodák című egy gyermeknap kezdődik hamarosan az óvodában. Mit is takar ez a Csöpnyi Csoda mai napon? A Csöpnyi Csodák gyermeknap, ez már évek óta megrendezésre kerülő programunk, amikor a gyermekeket megünnepeljük, megvendégeljük, és a gyereknap alkalmából köszöntjük őket, és úgy gondoljuk, hogy ez egy méltó zárása a nevelési évünknek, hiszen ekkor a szülőkkel együtt kis műsorokat adunk, játszunk a gyerekeket, tehát ezt a napot különlegessé szoktuk tenni a gyerekek számára. Most az időjárás nem igazán volt kegyes, tehát bent kell megtartani, ezért is van ez a nagy nyüzsgés itt körülöttünk, hiszen minden helyiséget maximálisan kihasználom, de mi minden lesz, hiszen látunk itt projektoros előkészületeket, láttam itt, hogy szülők is nagyon készülődnek, tehát sok-sok minden vár a gyerekekre. Így van, ez olyan most, mint egy sokadalom. Arra törekszünk, hogy minél nagyobb élményt adjunk a gyerekeknek. Tényleg nagyon nyüzsgés, mert máskor az udvaron szoktuk megrendezni, de úgy gondoljuk, hogy kis helyen sok jó ember elfér, és itt is tudunk ugyanolyan kellemes programokat biztosítani a gyerekek számára. Készülünk olyan műsorokkal, programokkal, ahol bemutathatják magukat a tehetségigéretes gyerekek a mesemondó versenyen, amikor szerepeltek. Ezt követően szeretnénk bemutatni egyik nyertes pályázatunknak a fotójait, ebből készítettünk egy kis képsorozatot, amit a szülőknek szeretnénk bemutatni óvi mozi formájában, majd ezt követően a szülők fognak kedveskedni a gyerekeknek egy mesében. Amikor ezek megtörténtek, izgalmas népi játékokat, népi gyermekjátékokat fogunk a gyerekeknek biztosítani, illetve van egy néptáncoktató kolléganőnk, aki egy táncházat fog vezetni, amit nagyon szeretnek a gyerekek, igazi táncos lábból mi óvodánk, hiszen minden gyermekre átragad a tánc a Krisztike óva néni által, a kézműveskedés a Marian óva néni által, a logikai játékok pedig a Kovácsné Cigla Erika óva néni által, és úgy gondoljuk, hogy mindenki hozzáadja azt, amit szeretne, elmondhatjuk, hogy az Ibolya óva nénik a környezet iránt elkötelezett, és ezért is gondoltuk, hogy népi játékokat teszünk be erre a délutánra. Azt gondolom, hogy a gyerekek is nagyon izgatottak, és reméljük, hogy jól fog sikerülni ez a mai nap, és akkor mikor lesz tulajdonképpen a tanévzáró, hiszen akkor ez most csak egy gyermeknap, de meddig van még óvi? Óvoda, ez természetesen egész nyár folyamán működni fog. A mi óvodánk június 15-éig lesz nyitva, utána átköltözünk a Kuthenóti óvodába, hiszen nagy felújítások előtt állunk. Én úgy gondolom, hogy most is nagyon szép az óvodánk, de ezután a felújítás után egy csodálatos, pompás óvoda fogja fogadni szeptembertől a gyerekeket. És úgy gondolom, és abban bízom, hogy most a leendő kis óvodások is el fognak hozzánk látogatni, őket is meghívtuk erre a rendezvényre, hogy ismerkedjenek a gyerekekkel, az óvonénikkel és a környezetünkkel. Akkor azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a mai nap jól sikerüljön, és hát akkor azt gondolom, hogy ez egy jó hír is egyben, hogy felújítják az óvodát, és akkor egy megszépült környezetben költöznek majd vissza. Így van, nagyon boldogok vagyunk, és én azt hiszem, hogy eddig is igyekezett az intézmény vezetése minden óvodában csodálatos körülményeket biztosítani, és most én úgy gondolom, hogy az város vezetésétől, intézmény vezetésétől nagyon nagy segítséget és támogatást kapunk, hogy minél szebbek legyünk. Köszönjük szépen, és akkor jó gyermeknapozást kívánunk! Én is köszönöm szépen, mi is köszönjük!